Sziasztok! Május 9-e van. Ez, hát, Európa nap, győzelem napja, ki hogyan szereti ezt nevezni. Nyilván ma egy egészen más jelentéstartalma van, vagy egészen más körülményei vannak május 9-ének, mint általában szokott lenni. Ugye történelmi vagy korszakok, bármilyen korszak szerint, ha nézzük, 1945 óta eltelt ides tova, hát mennyi is? 80? Az 60, meg 20, 80, hát majdnem 80 év, 79 év. És én emlékszem, még Magyarországon az elmúlt rendszerben volt május 9 park is, ez a hajógyári szigeten volt, ahogy átértünk a K-hidon, utána nem sokkal azt a parkot, azt a teret május 9 parknak nevezték. Igaz, hogy nem volt nemzeti ünnep Magyarországon, illetve semmilyen ünnep május 9-e, de azért rendszeresen volt megemlékezés erről. Ugye május 8-án ért véget valójában a II. Világháború Németországban, de május 9-ére tették valami miatt ezt a napot. Ugye annak fényében, hogy igaz, hogy 79 éve véget ért ez a háború, ez a második nagy világégés Európában, de azóta ugye, hát volt egyszer egy 1956, az is forradalom, háború, nem tudom minek nevezzem, aztán volt a 90-es években a jugoszláv háború, és most pedig az ukrán-orosz háború zajlik éppen, tehát nem lehet azt mondani, hogy a békét ünnepelhetnénk mindenféle körülmények, vagy mindenféle a körülmények jelenlegi figyelembevétele nélkül. Az, hogy május 9-e most, hát ugye a telexes újságíró, egy idióta telexes újságíró azt írta, hogy ez a hazugság napja, amit én butaságnak tartok, mert elvitathatatlan, hogy a második világháború lezárásában az akkori Szovjetuniónak mindenképpen érdemei voltak, nyilván a szövetségesekkel együtt, tehát az Egyesült Államokkal, a Nagy-Britanniával, illetve az egyéb szövetséges csapatokkal. És hát vissza kell mennünk ebbe az időszakba mindenképpen, mert miről szólt az a dolog. Ugye a náci Németország, amit most már nem is tartunk se nácinak, se nem azonosítunk azzal az országgal. Oroszország esetében mégis az történik, hogy azonosítják a sztálini meg a nem tudom milyen Oroszországgal, pedig ez az Oroszország nem az a Szovjetunió, mindegy, ebben most nem menjünk bele, hogy ez egy ilyen kettős mérce bizonyos körök szempontjából. Tehát miről szólt a II. Világháborúnak ez a része, amikor Németország megtámadta a Szovjetuniót? Gyakorlatilag az oroszok szemszögéből ez sem volt más, mint az, hogy a nyugat megtámadta őket. És hát egyértelműen azt tudni kell, hogy minden egyes háborúnak valamilyen szinten gazdasági hátterei vannak. Tehát a második világháborútól kezdve a mostani orosz-ukrán háborúig minden esetben a háttérben kell keresni a valódi okokat, nem pedig arról szól a történet, hogy itt most területszerzés vagy hasonló lenne. Erről is mondok majd még egy-két gondolatot. Tehát mindenképpen nem szabad elfelejtenünk azt, hogy a II. Világháborúban Németország azért támadta meg a Szovjetuniót, mert szüksége volt azokra a mérhetetlen mennyiségű nyersanyagokra, amivel ez az ország rendelkezett és rendelkezik a mai napig. Ugye, hogyha összevetjük azt, hogy a mostani gazdasági érdekek, amiről sokat beszélnek egyébként egyéb csatornákon, bár bizonyos emberek vagy bizonyos oldal nem hajlandó erről tudomást venni, most sem zajlik más, mint hogy megpróbálják úgy térdre kényszeríteni Oroszországot, hogy a bizonyos hatalmak, és most beszéltünk háttérhatalomról, gazdasági érdekcsoportokról, semmiképpen sem államokról, mert nem Ukrajna az ellenfele Oroszországnak, ezt mindannyian jól tudjuk, illetve próbáljuk ezt megérteni, hanem azok a gazdasági érdekcsoportok, amelyeknek az a céljuk, hogy valamilyen szinten térdre kényszerítsék Oroszországot, és az ott lévő javak fölött hatalmat tudjanak gyakorolni.
Ugye ez Jelcin idejében, tehát a Szovjetunió felbomlása után ez elég jól kezdett el működni. Oroszországban káosz volt, szabadrablást lehetett csinálni, a nyersanyagokat lehetett szabadon, szinte szabadon kiaknázni Oroszországból. Ugye most nem is tudom, hogy nevezzem ezt a háttérhatalmat, ezt a gazdasági érdekcsoportot, mert ugye ezt csinálták gyakorlatilag Ázsiában, Afrikában, Dél-Amerikában, hogy az ott lévő nemzeteket, országokat, államokat, vagy ugye Afrikában, vagy Ázsiában még nem is voltak kialakult teljes államok, gyakorlatilag gyarmati sorba süllyesztették, és az ott lévő anyagokat, nyersanyagokat, javakat, azokat a saját hasznukra fordították. Ez zajlik most Afrikában is valamilyen szinten. Tehát, hogyha jobban utána nézünk, hogy melyik országban mi a helyzet, akkor láthatjuk, hogy különböző érdekcsoportok érdekei érvényesülnek ott is. Tehát ez az orosz-ukrán háború sem szól másról, így a győzelem napjának fényében, május 9-ének a fényében, mint hogy megpróbálják ezeket a gazdasági dolgokat úgy kiszipolyozni Oroszországtól, hogy egy olyan rendszert próbálnak ott létrehozni, vagy próbálnának ott létrehozni, ami az ő érdekeiknek megfelelő. Mondom, itt visszautalnék Jelcin időszakára, amit ugye aztán Putyin teljesen másképpen kezdett el működni. Egyébként ez is érdekes, mert amikor Jelcinnek a hivatali ideje, vagy a hatalmi ideje már kezdett lejárni, akkor vadul keresték az utódját, aki majd ugyanúgy kiszolgálja a nyugati érdekeket, ugyanúgy jó hűbéresként, vagy nem is tudom, minek nevezem, próbálja majd irányítani Oroszországot, és semmiféle olyan változást nem csinál, ami mondjuk a nyugati, ez se jó, mert nem nyugati, mondom, nem államokról, nem országokról beszélünk, tehát itt nem az Egyesült Államokról, nem Nagy-Britanniáról, nem Németországról, vagy hasonló országokról beszélünk, hanem azokról a gazdasági érdekcsoportokról, akik államok felett állnak, és gyakorlatilag befolyással rendelkeznek ezek felett, az államok felett is, illetve próbálnak befolyással rendelkezni más egyéb államok felett is, tehát amikor keresték Jelcinnek az utódját, és azt gondolták, hogy Putyin személyében ezt tökéletesen megtalálták, mert hogy Putyin majd ugyanúgy jó szolgalelkűként kiszolgálja azt a rendszert, ami akkor éppen volt, hát nagyot tévedtek, mert amikor Putyin hatalomra került, akkor homlok egyenest az ellenkezőjét kezdte el csinálni, és láthatjuk, hogy 2008 óta, tehát idestova 15-16 éve, amióta ő hatalmon van, azóta nagyot fordult Oroszországgal a világ, és persze lehet azt mondani, hogy Oroszország diktatúra, meg mit tudom én, stb. Ebben most kár belemenni, mert Ukrajna ugyanúgy diktatúra, talán még rosszabb is, mint Oroszország. Magyarországra is azt mondják, hogy diktatúra, de hát azért ne hasonlítsuk össze Magyarországot se Ukrajnával, se Oroszországgal. Úgyhogy az az idióta újságíró a Telexnél, aki a győzelem napját a hazugság napjának nevezi azért, mert most éppen Oroszország hadban áll Ukrajnán keresztül ezekkel a gazdasági érdekcsoportokkal, hát ez olyan, mintha egy óvodás szintű gyerekre bíznánk egy egyetem vezetését, mert annyira nincs képben, vagy annyira kiszolgálja azokat az érdekeket, amiket hallani akarnak bizonyos körök, hogy ezáltal teljesen hiteltelenné válik. Nem is tudom, miért foglalkozom ezzel a gondolattal itt ennyit. Tehát május 9-e, mondom, gyerekkoromban ezt annyira nem ünnepeltük, nekem egy emlékem van, az is, az se inkább május 9-éhez kötődik, hanem ahhoz, hogy
hogy az nap éppen mi történt. Nagynéném akkor éppen az óbudai vasútállomáson dolgozott, és akkor még vonatok, tehervonatokat vontattak át a hajógyári szigetre, és egyszer fölülhettem a mozdonyra a vezető mellé, és akkor átmentem Óbudáról a hajógyári szigetre. Pont a K-hídon volt egyébként az a vasúti sín, amin át lehetett menni vasúttal, és akkor én olyan büszke voltam arra, hogy én most ott ülhetek ezen a vonaton, olyan 9 éves lehettem, 10 éves talán, és pont május 9-én volt, emlékszem, hogy egy nagy majális, vagy nem is tudom mi volt ott akkor éppen megtartva. Úgyhogy én megmondom őszintén, hogy szomorú vagyok, hogy országokat, és tényleg azt többször is elmondtam már korábbi videóimban, bár elég régre jelentkeztem videóval, hogy nagyon sajnálom az ukrán népet, az ukrán nemzetet, hogy így belerángatta a saját vezetése ebbe a háborúba. Persze, most itt mindenki azt mondja, illetve sokan azt mondják, hogy ó, az oroszok kezdték, és az oroszok az agresszor fér. Hát ne haragudjon a világ, de ugye van az a mondás, hogy a legjobb védekezés a támadás. Gondoljunk már bele abba, hogyha Oroszország nem lépett volna, és ugye különleges katonai műveletnek nevezte ezt a háború kezdetet 2022-ben, tehát hogyha nem lépett volna, mi következett volna? Az következett volna, hogy az ukrán vezetés, az ukrán báb kormány, az valószínű, hogy csatlakozott volna a NATO-hoz, és amikor Ukrajna már NATO tagország lett volna, és mondjuk elindít egy háborút kvázi a Krím-félsziget visszafoglalása érdekében, ami egyébként soha nem volt ukrán terület, mert ott mindig is krími tatárok, meg oroszok éltek. Ugye ez is történelem, tehát ezt azoknak a balliberális köröknek nagyon is jól kell tudniuk, akik erről mindig ellenkező módon beszélnek. Tehát soha nem tartozott Ukrajnához, ez talán Hruscsov adományozta Ukrajnának, az ukrán SSK-nak, Szocialista Szövetségi Köztársaságnak, amelyik a Szovjetunió része volt. Mindegy, ebbe sem menjünk most bele. Tehát ott tartottam, hogyha nem indult volna el ez a katonai művelet, nem indult volna el ez a háború, akkor Ukrajna valószínűleg belépett volna a NATO-ba, és utána addig-addig provokálták volna a Oroszországot, míg nagyon gyorsan egy harmadik világháború küszöbén álltunk volna, hiszen ha Ukrajna NATO tagállam, akkor már egész más a történet. Úgyhogy Oroszország duplán nem engedhette meg azt, hogy Ukrajna gyakorlatilag NATO taggá váljon, és itt vissza kell térnünk megint az 1990-es évekre, amikor a Szovjetunió ugye fölbomlott, és különböző tagköztársaságok kiváltak belőle, és volt egy megállapodás a nyugat, a NATO és az akkori Oroszország között, hogy a NATO nem terjeszkedik tovább keletre, és ezért tett Oroszország, illetve a Szovjetunió akkor engedményeket a nyugat számára, illetve a világ számára, és nyilvánvaló, hogy a NATO ezt abszolút nem vette figyelembe, és folyamatosan terjeszkedik kelet felé, folyamatosan ott van az orosz határon. Én nem mondom azt, hogy egy háború, minden esetben egy háború az egy csúnya dolog, annak mindig a lakosság issza meg a levét, ugye a frontvonalon, a frontországban lévő emberek azok, akik kárvallottjai ennek a dolognak, nem kis mértékben, több százezer katona halt meg Ukrajnában, holott ezt lehetett volna másképp is intézni, tehát nem feltétlenül volt szükség arra, hogy ez a háború kirobbanjon, de Oroszország egyszerűen nem engedhette meg magának azt, hogy egy ekkora állam, Ukrajna NATO taggá váljon. Kell egy demilitarizált övezet az ő körülötte ahhoz, hogy Oroszország vezetői biztonságban tudhassák az országot. Mondom, vissza kell utalnom oda, hogy minden háborúnak gazdasági érdekei vannak. Itt is az volt a gazdasági érdek, hogy Oroszországot térdekényszerítsék, az ottani hatalmat megbuktassák, és olyan kormány kerüljön mondjuk Moszkvában hatalomra, amelyik kiszolgálja ezeknek a gazdasági érdekcsoportoknak az érdekeit. Érdekes módon ugye tehát itt beszélünk ilyen nagy pátoszokban arról, hogy Ukrajna, meg függetlenség, meg demokrácia, más országok esetében ez miért nem fordul elő? Tibet esetében miért nem tesz semmit ez a híres nyugat, vagy olyan országok esetében, amelyikhez nem fűződik gazdasági érdeke, úgy, mint Ukrajna esetében, vagy Oroszország esetében, ott miért nem tesznek meg minden lépést annak érdekében, hogy ezeket az országokat mondjuk felszabadítsák a diktatúrák alól?
Tehát május 9-e van, véget ért a második világháború Európában, és ez akkor is a győzelem napja maradt, hogyha bárki bármit is mond róla, és ez nem csak nyilván, nem csak a Szovjetunió, az egykori Szovjetunió, vagy az Oroszországnak a győzelme a náci Németország felett, hanem ez a győzelem nyilván az akkori nyugati szövetséges hatalmak győzelme is volt, egy olyan állam, egy olyan ország ellen, amelyik hihetetlen módon az emberiségre tört. És szomorú, hogy mondom, azóta két háború is dúlt már Európában, mondom, gondolok itt a jugoszláv háborúra, és gondolok itt a jelenlegi ukrán-orosz háborúra, és nem tudom, hogy a háborúk sora véget érte, én nagyon szeretném hinni, hogy igen, de sajnos azt kell mondani, hogy azok a gazdasági érdekcsoportok, amelyek most vesztésre állnak Oroszország ellen, azok ne adja Isten, hogy mégiscsak belerángassanak mondjuk több kelet-európai országot, gondolok itt Romániára, vagy akár Lengyelországra ebbe a háborúba, mert az Isten mentsen meg minket attól, hogy tényleg ez eszkalálódjon ez a helyzet, és akár tényleg kirobbanjon a harmadik világháború. Úgyhogy hát próbáljunk ilyen felemás módon gondolni erre a május 9-ére, erre a napra, mert mégiscsak volt egy győzelem, mégiscsak adott egy reményt arra vonatkozólag, hogy Európában többé nem lesz olyan nagy világégés, mint ami 1939 és 1945 között volt, és bízzunk abban, hogy valamilyen módon ennek az ukrán-orosz konfliktusnak, háborúnak is vége fog szakadni, és a világ vezetőinek, vagy azoknak a vezetőknek, akik felelősek azért, hogy ez a háború most zajlik, azoknak a józanabbik esze kerekedik felül, és lesznek olyan május 9-ék a jövőben, amikor tényleg úgy tudjuk ezt a napot ünnepelni, hogy nem csak Európában, de világszerte béke van. Úgyhogy ezeket a gondolatokat akartam így elmondani május 9-e alkalmából. Köszönöm szépen a figyelmet, elnézést, hogyha egy pici szélzúgás van, de itt most egyébként Székelyföldön eléggé zord az időjárás, olyan 8-10 fok között lehet, szemerkél az eső, és egy picit hűvös van, és fúj a szél. Szóval köszönöm a figyelmet, sziasztok!